Miközben ilyen nagyon, hogy is mondjam, csak ilyen hangzatos címet választottunk. Egy picit, én hát, remélem, hogy csalódást nem fogok okozni, de hogy, de hogy azért nem arról lesz szó, hogy itt most hirtelen irgalmatlan mennyiségű, értékelő appot mutatnánk, hanem sokkal inkább azt szeretném, hogyha egy közös együtt gondolkodásra eh, invitálhatnék mindenkit arról, hogy eh, ebben a helyzetben, amiben éppen vagyunk, tulajdonképpen mit is jelent az értékelés, eh, és hogy ezeket a eh, lehetőségeket hogyan meg miként tudjuk eh, eh, akár még a javunkra is fordítani, mert hogy, mert hogy én arról vagyok meggyőződve, hogy, hogy legalább annyi lehetőség is van a kezünkben, mint amennyi nehézséget is okoz ez a szituáció. Ugye amikor viszonylag hirtelen átálltunk a digitális oktatási formára, vagy a karanténiskolára, akkor azért nagyon sok minden gyorsan egyértelmű volt mindenkinek, hogy az iskolából végül is elég sok dolgot azt, azt tudunk továbbvinni. Tehát, hogy a e, órákat, ha akarunk, akkor lehet órákat tartani. Tehát tudunk órákat tartani. E, tudunk akár úgy órát tartani, hogy, hogy így egy ilyen online felületen, vagy tudunk akár úgy órát tartani, hogy felveszik videóra, és azt elküldjük a gyerekeknek, ugye az olyankor még sokkal jobb, mert nem zavar minket a saját előadásunk közben, hogy ott gyerekek is vannak, de hogy ez azért, ez azért megoldható. Meg, meg és tudjuk dolgoztatni a gyerekeket, az is az is ö, megoldható. Ö, ö, tehát, hogy a, a diákokat küldünk nekik feladatokat, ö, és hát a reményeink szerint azt megcsinálják, vagy hát nem csinálják meg, de végső soron hát ez az iskolában sincsen másképp. Hun megcsinálják, hogy hol nem csinálják meg. Tehát ezek, ezek a részei, ezek így nagyjából. Ö, a, az iskolai létnek, meg a tanításnak, azok, azok megmaradtak. Az biztos, hogy szűkül a, a, a szociális tér a, 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 a diákok és a tanárok számára is. Mostanra biztos sokan vagyunk már, akik hat hete főleg egy képernyőnek tartunk előadásokat, és azt itt tapasztaljuk, hogy, hogy végül is mennyire fontos, még az is, az a gyerek is, aki rosszalkodik, ahhoz, hogy mi jó, órát tudjunk tartani. De ha egy gyerek rosszalkodni kezd, akkor lehet látni, hogy őt nem kötötte le éppen tökéletesen az, amiről ott szó van. Ez egy nagyon erős visszajelzés a mi számunkra, hogy, hogy nem tudom, valamilyen más irányba érdemes eltekerni az órát. Tehát, hogy ez ránk is vonatkozik, de a diákokra még inkább, ugye az iskoláról sokszor mondogatják, hogy az szocializációs tér is nem csak egy ilyen tudástranszferintézmény, intézmény, és hát ezt a szerepét most azért sokkal kevésbé tudja betölteni. De ami, ami az első pillanattól kezdve látszódott, hogy ebben aztán, aztán nagyon nagy problémáink lesznek, az a, az értékelés. Hogy mi lesz így az értékeléssel? Vagy, hogy egy még szebb szóval éljünk, mi lesz így a számonkéréssel? Uh, hogyan, uh, hogyan tudjuk a klasszikus formáit, ugye, ami a dolgozat, témazáró, felelés, ezt uh, megoldani. Uh, és és én azt tényleg azt gondolom, hogy a, az egész helyzet ebből a szempontból állít minket uh, messze a legnagyobb uh, kihívás elé, hogy vajon hogyan tudjuk uh, ezt megvalósítani ebben a karanténvilágban, és ami még fontosabb, milyen új megközelítésekre, módszerekre, gondolatokra lesz szükségünk. De mielőtt a, az újakról egy picit beszélünk, azért azt tudom, hogy ez nem tudom, pedagógia, egy szeminárium, de azért uh, felfrissíteni talán érdemes, hogy a, az értékelésnek, ugye a klasszikus pedagógia szerint is uh, uh, van három nagy típusa, uh, és ez a három típus, ez lenne a diagnosztikus a, a majd ugye beszélek arról, hogy ez melyik micsoda valójában. A formatív és végső soron az úgynevezett uh, summatív. Uh, rögtön az elején, ja, és hát ugye van még egy formája az uh, értékelés számon kérésnek, Uh, amit uh, ritkában írnak le a uh, tankönyvek, a pedagógia tankönyvek, és azt is remélem, hogy egyre kevesebb szer fordul elő, uh, de, de hát azért mi létezik, a, legalábbis az én saját iskolai emlékeimben nagyon sokat, ez a büntető számonkérés, uh, amikor a rosszak vagytok, röbb dolgozat uh, típusú. Most az az érdekesség rögtön, hogy ugye megvan ez a nagy izgalmunk, hogy jaj, jaj, most akkor mit teszünk, de valójában ebből a négyféle értékelési formából csak a szumatív és a büntető az, amelyik, amelyik nagyon megnehezedik. A diagnosztikus és a formatív az továbbra is ugyanúgy használható és megoldható. És akkor egy pár szót arról, hogy, hogy miket is nevezünk diagnosztikus, formatív, meg szummatív értékelésnek a büntetőt, azt én most kihagyom, nagyon remélem, hogy arról nem kell beszélgetnünk. A diagnosztikus értékelés célja az az, hogy felmérje Jellemzően az előzetes tudást. De ez a, a diagnosztikus értékelés, ez elsődlegesen a, a konstruktívista pedagógiánál kap fontos szerepet. A, a konstruktívista pedagógiánál, amely ugye az alaptézise az az, hogy a gyerekek feje az nem egy tabularáza, nem egy üres lap, amire a tanár felírja a tudást, hanem mindennel kapcsolatban vannak előzetes elképzelései. Lehet, hogy az előzetes elképzelése az az, hogy a vastag könyvek unalmasak, és ez akkor az Egri csillagokra is igaz, vagy az az előzetes elképzelése, hogy a, minél nehezebb egy tárgy, annál gyorsabban esik lefelé, vagy és így tovább, de valamilyen elképzelése az van, és a konstruktívista pedagógia szerint ugye a pedagógiának az a célja, hogy a meglevő elképzelést változtassa meg, ehhez viszont tudnunk kell, hogy mi az, amivel szemben állunk, és ezért kell valamilyen módon az előzetes tudást felmérnünk, és a diagnosztikus értékelés az erről szól. És ez a diagnosztikus értékelés, ez jellemzően a, 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 a tanárnak szóló eszköz, tehát hogy nem is annyira a diáknak, hanem sokkal inkább a tanárnak szól. A formatív értékelés az, az egy pillanatnyi állapotot rögzít, mennyit tanult meg a diák, hol áll, mennyire változtak meg a, az elképzelései, hogyha konstruktivistán akarok gondolkodni, mennyire volt sikeres a tanulási folyamata, hogyha, ha pedig nem, de nagyon fontos, hogy a formatív értékelés az, az, hogy pillanatnyi állapotot rögzít, abból az is következik, hogy ki a feladatokat. Visszajelzést ad. Tanárnak, diáknak egyaránt. Ez, ez sokkal inkább egy, egy visszacsatolás jelent a formatív értékelés, amelyik azt, arra próbál visszacsatolni, hogy akkor neked még ahhoz, hogy azt a tanulási célt, amit gondoltál, azt elért, ahhoz hova kell eljutnod, milyen, milyen dolgok vannak még hátra, mit meg hogyan kellene változtatni, vagy még hozzátenni, vagy és így tovább. Ugye ezzel szemben a summatív értékelés az egy végállapotot rögzít. Ö, és nagyon fontos része, hogy rangsorképző. Gondoljunk a ha másra nem az érettségire, az érettségi eredmények alapján dől el az, hogy kit melyik egyetemre vesznek fel, olyan helyre megy, ahova szeretne, és ezt ezen aztán változtatni már nem lehet, vagy legalábbis maga az iskola az ezen nem fog változtatni. És akkor itt rögtön még azt is hozzátenném, hogy a szummatív értékelésnek is van két uh, alesete vagy formája, és megint igazából, uh, amelyikkel nekünk itt problémáink lesznek, az a kettőből az egyik. Uh, ez a két formája az az, hogy uh, mennyire nagy a tétje a diák szempontjából. Uh, hogy vannak olyan uh, olyan summatív értékelések, amiknek kicsi a tétje. És vannak olyan summatív értékelések, ami nagyon sok múlik, ezek a nagy tétű értékelések. És valójában azt fogjuk látni, hogy amivel nekünk nagy nehézségeink vannak, az a nagy tétű summatív értékelés. Azaz, ö, amit ö, ö, amit ö, a jelen helyzetben hát valójában majd hogy nem lehetetlen ö, megvalósítani, ö, vagyis hát majd adott néhány ötletet, hogy mi minden el érdemes próbálkozni, ö, de azt gondolom, hogy nem szabad azt hinnünk egy másodpercig sem, hogy ö, hogy jó megoldásaink lennének. Még mielőtt kicsi jobban elkezdenénk a konkrétumokban ubickolni, azért azt csendben elmondom, hogy egy a nagyszerű a hazai neveléstudományal foglalkozó kutató, Nahalka István, Írt egy könyvet a pedagógiai értékelésről, aminek azért az egyik következtetése az az, hogy rettenetesen kétséges az, hogy bármilyen módon lehet e tudást mérni. Tehát, hogy ez, ez a koncepció, hogy mérjük a tudást, ez megvalósítható -e egyáltalán. Nem akarok a rettenetes részletekbe belemenni, inkább csak azért, mert viccesen hangzik, mondom el, hogy a modern mérés elmélet szerint tulajdonképpen csak a összeadható mennyiségek mérhetőek, azokból lehet aztán származtatni nem összeadható mennyiségeket, de hogy mint a hosszúság, ugye két centi meg két centi, az négy centi, és akkor az úgy jól van. És hát a, a tudásról, vagy ahogy azt mérjük, vagy ahogy arról gondolkodunk, hát arról meggyőződésünk, hogy az minden csak nem összeadódó mennyiség. Két-kettes tanuló tudása nem felel meg egy négyes tanuló tudásának. És akkor az a kérdés, hogy mi mögötte viszont az az összeadódó mennyiség, amit meg lehetne találni, és erre azért nem sok válasza van az embereknek, de szerencsére most nem arra szerződtünk, hogy ilyen uh, uh, bonyolult elméleti kérdéseket oldjunk meg, hanem megelégszünk uh, azzal, hogy rögzítettünk, hogy ez problematikus kérdés. Uh, ugye miért nehéz? Miért nehéz a, a summatív nagytétű értékelés? Mitől válik nehézé? Porzasztó, egyszerűen attól válik nehézé, mert a gyerekek puskázni fognak. Uh, ugye amióta valószínűleg létezik uh, nagy tétű értékelés, azóta létezik uh, annak is a uh, módja, hogy valahogyan ezt uh, megpróbáljuk uh, uh, elcsalni, változtatni, vagy tehát, hogy nem, nem az elképzelt módon megoldani, és így tovább. A mandarin vizsgákról tudjuk, hogy ott már fizettek le vizsgáztatókat azért, hogy előre megmondják, hogy mik lesznek a kérdések, és így tovább. Tehát, hogy nem, nem valami új dologról van szó. És hát azért tényleg az a, az, az igazság, hogy hogy ha egy ilyen klasszikus, nagytétű tesztet, szummatív tesztet íratunk a diákokkal, akkor hát nagyon nagy a kísértés arra, hogy ők valamilyen módon nem a elvárt úton oldják meg ezeket a, ezeket a feladatokat. És, és akkor erre milyen, milyen lehetőségeink vannak? Hát az egyik lehetőségünk az az, hogy adjunk olyan sok feladatot, hogy ne érjenek rá puskázni közben. Tehát ha, ha 500 tesztkérdést kérdést kapnak 20 percre, akkor ott mellette nem fognak egymásnak SMS-en küldözgetni válaszokat. Ugye azt, azt, rögtön az elején tegyük hozzá, hogy a táv a klasszikus módon az ellenőrzésre nincs lehetőségünk. Tehát még akkor is, hogyha a diákoknak a, a számítógépére bármilyen ellenőrző programot telepítünk, amivel A. lekontrolláljuk azt, hogy milyen oldalakat néznek meg, B. követjük azt, hogy mit csinálnak, akkor sincsen semmi, ami megakadályozná azt, hogy a telefonján közben vagy egy másik számítógépen ne venne igénybe olyan segítséget, ami, ami hát nem, nem megengedett. Tehát, hogy mondom, az egyik módszer az az, hogy, hogy olyan sokat kérünk tőlük, ami, ami, így nem, nem befogadható, vagy, vagy nem, nem fér bele a puskázás lehetősége. Ugye ezzel, vagy olyan rövid határidőket adunk rá. Ebben a legnagyobb probléma az az, hogy innentől fogva nem csak a, a feladat megoldásukat mérjük a diákjainknak, hanem a gyors feladat megoldásukat, És az se véletlen, hogy a viszonylag ritkák azok, akik egyszerre sok világbajnokok, és a rapid sok világbajnokok is. Mondjuk a, a, a mostani a, a norvég csoda gyerek az azt hiszem, mind a kettőben világbajnok, de azért az nem feltétlenül van így. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a, a a gyorsaság az, az nem tudom aki gyorsan tud feladatokat megoldani, az tudja a legjobban megoldani őket. Tehát, hogy elkezdünk egy másik fajta képességet mérni, mint amiről először beszéltünk. Azt gondoltuk, hogy eredetileg, hogy a tudást fogjuk mérni, és aztán itt meg most kiderült, hogy a gyorsan gyorsan tesztírást mérjük, ami hát nem ugyanaz. A másik megoldás az az, hogy, hogy hát ilyen mindenféle módszerekkel próbáljuk bonyolítani a dolgot. Ugye mit tudom én, hogyha egy 500 elemes teszt adatbázisból az osztály 25 diákja véletlenszerűen kap 12 tesztet, akkor akkor nagyon kicsi az esélye, hogy ugyanazokat kapnák, és akkor szegényeknek egyedül kell dolgozniuk, és így tovább. Ezekkel kapcsolatban is vannak azért nekem kétségeim, de akkor mondjuk azt, hogy a randomizált tesztek. A, a, a kétségem az kettő. Egyrészt, hogy ezek a randomizált tesztek ezek jellemzően többszörös választásos tesztek, a másik pedig, hogy ugye át csak akkor működnek jól, hogyha egy nagyon nagy adatbázis van mögöttük. Az első probléma az az, hogy a többszörös választásos teszteknél ott, ott nagyon nehéz olyat kérdezni, ami nem valami nagyon egyszerűen bemagolható dologra kérdez rá. Tehát a legegyszerűbb olyan teszteket csinálni, hogy nem tudom, a, melyik ország királya volt, nem tudom, Ferdeszájú, Boleszláv. A. Litvánia. B. Lengyelország. C. Csehország. És akkor B. Tehát, hogy uh, a, de ezek a valódi tudástól azért viszonylag messze állnak. Fontos elemei a tudásnak, de ettől messze állnak. Olyan többszörös választásos kérdéseket ki lehet találni, amik, uh, amik valóban uh, uh, komolyabb koncepciókra kérdeznek rá, de borzasztó nehéz. A, hogy csak egy példát említsek, van egy olyan dolog, az a neve, hogy, hogy FCI, Forces Concept Inventory, az erők, a fizikai erő szóló elképzelések, hogy, 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 mit gondol az erőkről valaki, azt méri ez fel, 40 kérdés, 20 éve dolgoznak rajta. 20 éve finomítgatják a kérdéseket, ezek többszörös választásos kérdések. Kerülnek ki olyanok, amikről kiderül, hogy azok nem megbízhatóan mérnek valamit, és próbálnak a helyükre újakat rakni. De, de hogy, hogy azt kidolgozni, hogy, hogy, hogy valóban a, 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 egy fizikai a, Koncepciót megnézni, hogy azt mennyiben ért valaki, és milyen mélységig, erre többszörös választásos tesztet kidolgozni, az egy rettenetesen nagy munka. És hát a, a, a nagy tesztadatbázisokkal a fő probléma az pontosan ez, hogy jellemzően ezek nem bemért tesztek. Ugye a bemért teszt az azt jelenti, hogy olyan tesztek, amik. Ről már vizsgálták, hogy valóban mérnek-e bármit. És ez a bármi esetleg közel van-e a tudáshoz egyáltalán? Beméretlen tesztekkel olyanokat nagyon könnyű gyártani, de, de hát egyre nehezebb ö, 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 olyat találni, amik meg bemértek. Nem tudom. a, a Oxford ö, Placement Test az egy nyelvi. Ö, ilyen bemért teszt, amit nagyon-nagyon sok nyelvhasználón tesztelnek, és annak alapján lehet valakit belőni, hogy hova került, de hát ott is hatalmas mennyiségű ember dolgozik azon, hogy ezek megbízhatóan működjenek. Tehát, hogy ez, ezzel azért ezért érdemes csinyán bánni. Ugye hát a következő az az uh, uh, hogyan tudjuk kikerülni a puskázást, hát uh, lehet uh, uh, szóban feleltetni. Ami egyébként abból a szempontból nem rossz, hogy, uh, uh, hogy legalább uh, az osztály előtt felelésnél egy kicsit kevesebb stresszt okoz a diákoknak, és hogyha ezt a szóbeli feleletet, a szummatív helyett sokkal inkább e, e, formatívnak gondoljuk, és, e, és egy lehetőséget látunk abban, hogy a e, e, diák lássa, hogy mi az, amiben még kellene tanulnia. De Nagyon sok egyetemista mondja azt, hogy ő a legtöbbet életében vizsgákon tanult. Ugye Amit vizsgán e, esetleg nem jól tudtunk, és ott a tanár mondott el nekünk, arra azért tényleg nagyon sokan emlékszünk. E, gondolnék itt például a FIG-féle diffúziós egyenletekre. Tehát, hogy, hogy ez, 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 akár lehet megoldás, de hát borzasztóan sok időt igényel egy 35 fős osztály esetén, hogyha minden diákra csak 10 percet szánunk, és abban szeretnénk az ő tudását lemérni, akkor is már Milyennyi uh, uh, 300 percnél járunk, tehát 5 órán keresztül semmi más nem csináltunk, csak a uh, diákokat hallgattuk egyenként meg. Uh, úgyhogy, hát nehéz. Maradjunk ennyiben. Uh, a, a következő, ami egy, uh, ami egy lehetséges megoldás egyébként, hogy uh, hogy tegyünk fel olyan kérdést, amire nem lehet puskázni. A, a, a legjobb ilyen kérdés, aminél nem lehet puskázni, az az, amire mi se tudjuk a választ. Csak hát ilyenekből nehéz olyat feltenni, amire viszont a diákoknak van esélye, hogy, hogy válaszoljanak, de abból a szempontból egyébként ez működhet, meg segíthet, hogyha, hogyha olyanokra teszünk fel kérdést, hogy, hogy a megtanultakból mi volt az, ami téged a legjobban érdekelt? mi volt? ott, ott azért már sokkal, tehát hogyha szubjektív elemet viszünk be a kérdésbe a diák számára, akkor sokkal nehezebben tud, ha úgy tetszik, puskázni, ha akár hogyha a fizika példában a saját testmagasságával és nem tudom, tömegével kell számolnia, akkor már is nehezebb lesz bármilyen úton, módon puskázni, vagy csalni. Tehát, hogy, hogy ez, ez lehet egy megoldás. A szumatív értékelésnél való használatánál a diákok azzal szokták ezt kritizálni, és azt gondolom egyébként, hogy, hogy tulajdonképpen teljesen jogosan kritizálják, hogy nagyon nehéz rá felkészülni. Tehát a, ezekre a kérdésekre, amik, amik valójában meglevő tudás újra alkalmazását várják el, és azt, hogy, hogy azzal valamilyen új tudást hozzon létre, Ezekre borzasztó nehéz felkészülni a diákoknak, és hát pláne akkor, hogyha korábban nem ehhez szoktak hozzá. Hogy, hogy, nem elég úgymond a, a kiadott tényeket és adatokat megtanulni, és azt visszaadni, hanem valami olyasmivel kell találkozni, ami, ami, amivel odáig nem találkoztak. Ugye a pedagógiában, és akkor ez megint ennek egy lehetősége, ez az, amit problémának szoktak nevezni, Tehát, hogyha valami olyasmit adunk a diáknak, ö, amire még nem tanulta meg a, az eljárást, hogy hogyan kell azt végrehajtani. Ö, vicces módon ilyesmit a, a klasszikus ö, szumatív értékelés nagyon nem szeret alkalmazni, nem szeret ö, ö, problémákat adni a diákoknak, sokkal jobban azt szereti, hogyha ha megadunk nekik bizonyos feladattípusokat, és akkor azt kell tudniuk megoldani. Új tudás konstruálását azt, azt nem igazán méri, mert hogy sok szempontból nem is lenne fair. Egy picit hasonló eszköz, mint a problémaadása, és abból a szempontból, és működhet egyébként Szummatív ö, ö, értékelésként is, ö, ö, a, hogy ö, amikor a fordított kérdést tesszük fel. A fordított kérdés annak az a lényege, hogy ö, megmondom a választ, mi lehetett a kérdés. Tehát nem tudom, a válasz például az az, hogy, e, e, és hát ugye azt tudjuk, hogy mi a témakör, amiről tanultunk, a válasz az az, e, hogy e, mert a térítőknél leszálló légáramlatok vannak. És akkor mi lehetett a kérdés? És akkor a kérdés az lehetett az, hogy miért alakulnak ki a térítői sivatagok, vagy lehetett az, hogy, hogy miért e, e, kicsi az éves csapadék a térítők mentén, vagy csomó minden lehet, tehát, hogy miért a térítőktől indulnak ki a szelek, és így tovább. De minden esetre sokkal mélyebb gondolkodást igényel, és mivel több válasz is lehetséges rá, ezért ezért sokkal megint nehezebb a puskázás a diákok részéről. Én azonban noha ezek mind olyan lehetőségek, amikkel egy picit nehezíteni lehet a puskázás, de megakadályozni nem is, nem, nem fogjuk tudni. Én azt javasolnám, hogy nyugodtan engedjük el a nagy tétű szumatív értékelést, akár, akár teljesen, Uh, mit jelent a nagytétű? A nagytétű az két dologban jelentkezik. Ugye hát egyrészt jelentkezik abban, hogy, uh, hogy uh, ezen múlik az, hogy uh, utcasepről lesz-e belőled, vagy uh, nem tudom, bankelnök. Uh, másrészt abban is jelentkezhet a nagytétű tétű uh, szumatív értékelés, hogy uh, lezár valamit, nincs már lehetőség arra, hogy bármilyen módon javítsunk, vagy helyrehozzuk. És ehelyett, ha már egyáltalán szummatív értékelést használunk, akkor én azt javaslom, hogy érdemesebb a kistétű szummatív értékelés felé elmozdulni. És itt, itt azért nem igaz az, hogy kis pénz, kis foci. Azt fogjuk látni, hogy a diákok lényegesen jobban képesek teljesíteni akkor, amikor a tét nem nagyon magas. Mit jelenthet például a kis tétű summatív értékelés? Jelentheti például azt, én most fizikát tanítottam éppen, főként diákjaimnak, és nagyon sok szempontból nem szerettem volna lemondani arról, hogy az ilyen klasszikus feladatmegoldós helyzetben is valahogy lássam azt, hogy ők mit tudnak. Leginkább, ha úgy tetszik, a, a saját tanításom hatékonyságának egy visszajelzését vártam én ettől. Uh, mert hát azért ez egy rettentően új helyzet volt, és miből tudom azt, hogy jó, én itt beszélek egy képernyőnek, meg adogatok ki feladatokat, de honnan tudom, hogy ennek milyen hatékonysága van. Uh, uh, és megkapták a uh, diákok a feladat dolgozatot, amit adott időn belül meg kellett írniuk, uh, de nem az történt, hogy akkor uh, ha megírják, és akkor ennyi volt. A, a végén kapnak egy jegyet, hanem azt mondtam, hogy a, ez az értékelés, és akkor innentől fogva már valójában nem is szummatív értékelésről beszélünk, hanem formatívról, mert hogy kijelöli a feladatokat. Ha valakinek a a definíciók nem mentek jól, akkor neki az lett ezután a feladata, hogy egy kis lexikont kell írnia. Ha valakinek a gáztörvényes feladatok nem mentek jól, akkor az volt a feladata, hogy néhány gáztörvényes feladatot oldjon meg. Ha valakinek a mértékegységek nem mentek jól, akkor készített egy infografikát a mértékegységekből, és így tovább. És uh, azt kell, hogy mondjam, hogy uh, hogy mivel elég sok ilyen feladatot kellett uh, kiadni, uh, nagyon kevesen voltak, akik százszázalékosan uh, teljesítették volna a dolgozatot, ezért uh, uh, igazából a, uh, úgy tűnik, hogy ők se érezték azt, hogy most itt csalniuk kellene, uh, mert hogy legfeljebb. Valamilyen újabb feladatot kapnak, amivel amivel helyrehozhatják, vagy kiavíthatják, vagy onnantól fogva megoldották, meg rendben vannak. Egy másik érdekes módja az az volt, amikor azt mondtam, hogy megírják a dolgozatot mindenki, és utána ők is kiavítják, meg én is kiavítom. és az ő javításukat is értékelni fogom. Tehát értékelni fogom azt, uh, hogy mennyire jól sikerült kiavítaniuk a saját dolgozatukat. Uh, és uh, aminek azt gondolom, hogy leginkább a leginkább a, abból a szempontból uh, volt lényeges, hogy uh, Egyfajta bizalmat jelentett, és hogy az, az legalább olyan fontos, hogy felismerd azt, hogyha valamiben nem voltál jó, és hogy nekünk az a lényeges, hogy te ezt hogyan tudod, uh, hogyan tudod helyrehozni, nem pedig az, hogy most akkor éppen hányast meg hogyan kapsz. Uh, a, a másik uh, 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 lehetőség, uh, amivel lehet szummatívan értékelni, de egy picit elengedjük ezt a dolgot, az az önértékelés. Amikor azt mondom, ezt általában több lépcsőben érdemes megcsinálni, hogy az adott tanulási szakasznak kijelöljük bizonyos céljait, tehát azt mondom, hogy, hogy meg fogunk tanulni elsőfokú egyenleteket ábrázolni, grafikusan megoldani, és algebrai módon is megoldani. És és akkor magát a, a, az adott részt azt ilyen több képességre le, lehet pontani, És a legelején akár beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mindenki mondja meg azt, hogy ez most neki éppen mennyire megy, akár egy, kap egy ilyen, ilyen lapot, hogy ábrázolás. Tehát kap egy ilyen ö, ö, lapot, amiken ezek így fel vannak szépen írva sorba, hogy, a, hogy az ábrázolás, grafikus megoldás, algebrai megoldás mondjuk. Ezt most ö, 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 azt nagyon gyorsan szeretném hozzátenni, hogy nem vagyok matek tanár, csak, csak nem szeretném, hogy csak termtudós példák legyenek, és ezért jövök egy ilyen matekosnak hangzó példával, amelyik lehet, hogy a matek szempontjából teljes hülyeség. És akkor azt mondjuk a diákoknak, hogy itt van a nulla, itt van a száz, hogy e, e, mennyire, akár az, a legelején mutatunk is bizonyos példákat nekik, hogy ez mit jelent az egyik meg a másik, és írják be azt, hogy szerintük most ez így mennyire megy nekik. E, és akkor mit én, bejelöli, hogy ő most ebben így, így van. És akkor e, e, utána tanulunk együtt, írunk dolgozatot, de azt mondjuk, hogy a dolgozatnak az a feladata, Uh, hogy ő be tudja írni azt, hogy most akkor hol tartok ebből. Hogy az ábrázolásban már ennyit fejlődtem, ebben meg ennyit. Uh, és, uh, és itt uh, érdemes elfogadni azt, amit a gyerekek magukról állítanak. Uh, időről időre lesz egy-két uh, pernahajder, aki mindenre azt mondja, hogy százas. Uh, de akkor érdemes megkérdezni, de, hogy tényleg... A jellemző az az egyébként, hogy szigorúban szoktak magukkal viselkedni, mint, mint amilyenek, mi lennénk a diákjainkkal. És azt is lehet mondani, pláne, hogyha két pontot is felveszünk, tehát mondjuk a tanulási folyamat közepén végén nézzük meg, hogy amit igazából értékelni fogok, az a fejlődésed hogy mennyire sikerült előre jutni ahhoz képest, hogy láttad, hogy, hogy hol tartottál. Vagy azt is lehet mondani, hogy a fejlődésed is része lesz az értékelésednek, és akkor ez a következő, amit, amit hozzátennék, hogy amire most lehetőségünk van, sokkal jobban talán, mint korábban, az a komplex értékelés. vicces módon ö, azzal, hogy a ö, iskolának ez a beszorított ideje ez, ez megváltozik, ettől sok szempontból a tevékenységi formák is változni tudnak. Tehát többféle dolgot meg lehet csináltatni a gyerekekkel. Lehet velük projekteket csinálni. Tehát lehet például ö, azt mondani, hogy, ö, hogy ö, nem tudom, mindenki csiráztasson babot, és ö, fényképezze le naponta, és kezdje el azt gyűjteni, és nézni, hogy mi történik vele. Ö, sokkal több ö, időt lehet ilyen dolgokra ö, szánni. Ö, lehet értékelni az együttműködést. Lehet értékelni az önálló kutatást és önálló feladat megoldást. És így tovább, és így tovább. És lehet azt mondani, hogy a végső értékelésben ezek különböző súlyokkal szerepelnek. A projektek 20%-ot érnek, a közösen együttműködve csinált dolgok 10%-ot érnek, a záró dolgozat, az majd ide írok egy ilyet, hogy szumatív dolgozat, ha egyáltalán van, az majd ér szintén 20%-ot, és az önálló kutatás, az ér 50%-ot, vagy önálló feladat megoldás. És ezzel uh, megint uh, el lehet venni egy picit az élét annak, hogy muszáj legyen, mert olyan sok múlik rajta a szumatív dolgozatnál csalni. Aztán meg, hogyha azt mondjuk, hogy nem is csak a dolgozatot fogjuk értékelni, hanem ehelyett a, ennek alapján a fejlődést, akkor ez már is... Uh, már is sokkal ö, hatékonyabb lesz, meg jobban, jobban működő lesz. Ezek a, ez a komplex értékkel, és ha úgy tetszik, nagyon hasonlít a pontgyűjtögetős rendszerhez, ahol azt mondjuk, hogy különböző tevékenységekkel, különböző pontszámokat lehet elérni, és ebből kell összegyűjteni valahány pontot, nem tudom, százat, és az a száz százalék, vagy tizet és azért ötöst, ez már igazából eh, ahogy a kedvünk tartja úgy tesszük meg. Eh, ezt eh, én hosszú évek óta csinálok ehhez hasonlót a diákjaimmal, eh, a leglátványosabban a eh, ilyen természettudományos témaheteken, Amiket mi a kollégámmal kredites trémaheteknek hívjuk, ahol az van, hogy nagyon sokféle vizsgálat, meg, meg tevékenység van meghirdetve a diákoknak, különböző időpontokban, és ezekkel kreditpontokat lehet érni, amit gyűjteni, amiket a végén átváltanak egyre. És hosszú ideig csináltuk azt, hogy pusztán csak a magunk kezdetben a magunk szórakoztatásáért, hajnali fél hatra hirdettünk meg előadásokat, előadásokat amikkel részt venni szintén valahány kreditet ér, mert ugye azt gondoltuk, hogy erre biztosan nem fog jönni egy gyerek sem. Tömegével ültek ott, és a nagy részük az, az bőven az elképzelt 100% felett teljesített. Tehát ez a ráadásul, tehát hogyha ez a rendszer nem is a száz százalékot adja ki, hanem lehetőség van arra, hogy ezen túlfussanak, avval egészen hihetetlen eredményeket lehet elérni. A legutolsó, amit még mondanék, az értékelés nem tudom, alternatív lehetőségeiről, az az, hogy megint jellemzően, ez az online világ, ez nagyon nagy lehetőséget ad nekünk arra, hogy ne csak egy-egy számban értékeljük a diákjainkat. Ugye én ezt a remek vannótól és a hozzáépülő tímzet használom a diákjaimmal, és nagyon gyakran javítom a munkájukat úgy, hogy itt a beszúrásnál bekapcsolom a hangfelvétel gombot, elindul a hangfelvétel, és akkor közben magyarázom nekik, hogy itt ez nem volt jó, erre kellene jobban odafigyelned, hogy megcsináld, és egyébként pedig ez, hát ez azért egy kicsit sovány, és így tovább, tehát el lehet magyarázni nekik a dolgot. Ez miért izgalmas? Mert utána ő ezt nyugodtan visszahallgathatja, hangfelvétel gombol. De egy pillanat, mert rájöttem, hogy uh, itt még valamit elrontottam, így lesz jó. Tehát, uh, hogy ő visszahallgathatja. Itt uh, ez nem volt jó, erre kellene jobban odafigyelned, hogy uh, megcsináld. és egyébként pedig ez a 20%, hát ez azért egy kicsit sovány és így tovább, tehát el lehet magyarázni nekik. Ugye még, még az is benne van, hogy mindig ö, odaugrik, ö, ahol én éppen rázom nekik, hogy ö, itt ö, ez nem volt. Amit éppen akkor mondtam, az a szöveg jelenik meg, tehát még azt is nézheti, hogy melyik feladathoz ö, mi vonatkozott abból, amit én mondtam. A ö, saját tapasztalatom az az, hogy... Ö, hogy rettenetesen ö, 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 több ö, visszajelzést ad az ember akkor, hogyha nem egy margóra kell firkantania valamit, ö, nem, nem, ö, nem nem tudom, csak oda kell írni egy pontszámot, hanem valóban elmagyarázhatja azt, hogy hogy ö, ö, mi volt valahol a probléma, mit kellene másképp csinálni, és így tovább, és az Valóban e, már a formatív értékelés felé vihet el minket. E, a, ugye még, még, még amire e, szintén e, azért ne felejtsük el, hogy remek lehetőségeink vannak társértékelésre is. E, itt a, ebben az e, online világban el tudjuk küldeni egymásnak a diákok munkáit, akár név nélkül, hogy, hogy adjanak rá visszajelzést. Az biztos, hogy, hogy érdemes lenne az értékelés felől sokkal inkább elmozdulni, és visszajelzésben gondolkodni. És hogy az lenne az, amire egyfelől minden korábbinál nagyobb igénye van a diákjainknak, másfelől pedig minden korábbinál hatékonyabban is működik. Volt egy nagy ilyen meta tanulmány valamelyik Ausztrál Nevelés Tudományi Egyetemen, ahol minden féle tudományi írásokat próbáltak egybevetni, hogy azok szerint minek mennyi haszna van a, a, mit tudom én, hogyha változtatják a világítást, akkor az, az mivel jár, vagy hogyha nem tudom, kisebbek az osztálylétszámok, vagy és így tovább. És az volt a végkövetkeztetés, hogy messze a legnagyobb haszna a minél gyakoribb visszajelzésnek van. Minél több és minél gyakoribb visszajelzést kapnak a diákjaink, annál hatékonyabban tudnak tanulni, és azt gondolom, hogy, a, hogy ez az, amivel most a lehető legjobban kellene élnünk. És én ennyit szerettem volna elmondani.